A guru az nagyon fontos. The most important first guru is mother. A legfontosabb guru az anya. So if you want not yoga, any education, anything you want to do, first you pray to guru. Guru is very very important. That is big God. Bármihez kezdesz az életben, nem csak jóga, hanem akár minden a életben milyen tevékenység, akkor a guruhoz imádkozol elsőként. A guru jelentősége nagyon fontos. I think I never expecting I come to here. This is first time I am in Hungary. Sosem gondoltam volna, hogy eljutok ide. Ez az első alkalom, hogy Magyarországon járok. I think his people very interesting to Ashtanga practicing. So I saw today it's better, it's no problem. He's doing, many people is doing good practice. Látom, hogy nagyon sokakat érdekel itt az Ashtanga yoga, és elégedetten láttam, hogy nagyon sok jó gyakorlás szemlélhetem itt a teremben. Ez nagyon jó. Now Ashtanga is come everywhere, is very popular. Az Ashtanga már eljutott szinte mindenhova, és nagyon nagy népszerűségre tetszett. I tell thanks from Krishnacharya and Patabjai and B.K. Singh. Now three stars in the yoga. És ez nagyban köszönhető a jóga világ három sztárjának is, Krishnacharyának, Patabi Joyce-nak és P.K.S. Iyengar-nak. So now three people is not here, everybody is in the past. So he is putting the basic asanas, everything. My father is struggling. Practicing with Krishna. Ők hárman sajnos már nem lehetnek velünk, már elhúgytak, viszont ők fektették le az alapokat, az édesapám is nagyon sokat tanult, és rengeteget dolgozott Krishnacharyával. Now this people, your people is practicing very easy. And I am practicing them not so easy. It's very tough is my father. Nektek nagyon könnyű a gyakorlás. Nekem sokkal nehezebb volt, az én édesapám sokkal keményebb oktató. But that time is very hard to practice. My father is very strict, but still is now is very good. Who is strict is teaching. That is very good. First time you are very feeling, oh, this teacher is very strict. I don't want to go. I don't want to do. Very strict teacher always is very good. Ugyan nagyon nehéz volt a kezdet, nagyon kemény kézzel oktatott az édesapám, és most látom ennek a hasznát. Ugyan a kezdet nagyon nehéz egy szigorú tanárral, de a nagy szigornak a gyümölcs az később érik be. Most látom, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. Now you are very interested, but if your mind want to clear, when you start practice, you can involve to the practice only. You can now, one day is teaching, sometimes student is teaching the teachers. Okay, so many people is doing like that. Mornings going to one place, evening, afternoon going to one place. But you want testing, taste everything, always practice. Az nem egy jó hozzáállás, hogy mindenbe belekóstolhatsz. Reggel így gyakorolsz, délután ott. A tanítványok gyakran tesztelik a tanárokat, ez nem szerencsés. But you want to go everywhere. Finally, you want to take one teacher, best. Lehet, hogy eleinte sok tanárt meglátogat, sok mindent kipróbálsz, de le kell tenned a voksot egy tanár mellett. So, teaching, practicing time, you want to practice, postures is very important. You want to posture, gazing and breathing. Breathing is very very important to the Ashtanga practitioner. Az Ashtanga gyakorlásában fontosak a testtartások, pózok, ászanák, a tekintet és mindenek fölött a légzés. Then you practice like that, your body and mind, everything is very
Hogyha eképpen gyakorolsz, akkor a test és az elme egészséges lesz, és nagyon jó állapotban marad. What I'm saying, you are come to the India, so maybe there's a friend money, is come to practice there. But when you are coming, you practice only which shala you are making, you come to practice there. Ha jöttök, nagyon sokan látogatnak el Indiába jogát gyakorolni. Hogyha jöttök gyakorolni, akkor azt javaslom, hogy egy sálába menjetek, mindig oda menjetek vissza, választ fog egy tanár. But Ashtanga primary serial, everything is medical. All the postures, each and every asana, very, very important. Az Ashtanga első sorozatban minden egyes asanának terápiás hatása van. Minden egyes asana nagyon fontos a gyakorlásban. Up to primary, 1-40 asanas, all the asanas, but you have diabetic, but not one asana is not going. But you want to do all the posture, then that posture you are coming, Janashirshasana. That is, diabetic patient is very, very important. Janashirshasana is very, very important for sugar people, diabetics people. But not Vandasana is not going. You want to do all the posture, then Dattasana, when you important that diabetic asanas, you stay long time, press the uterus, save deep breathing, 15-20 minutes, 20 times you want to breathe. You want to practice all the posture. Minden egyes asanát gyakorolni kell, és lehet, hogy egy-egy asanának van egy kiemelt külön hatása, mint például a Janashirshasana cukorbetegségre javallott, de úgy nem fog működni, hogy csak a Janashirshasanát gyakorlod, meg kell csinálni az összes poszt, és lehet, hogy a Janashirshasanában hosszabb ideig benne maradsz, akár 20 légzésig, de mindenképpen követned kell a sorozatot. Sick people, most sick people, a 40 asana az első sorozat gyakorlása mindenki számára javallott, akkor is, hogyha beteg vagy, akkor is, hogyha nem vagy beteg. Ezek terápiás asanák, az egész sorozatnak van egy terápiás hatása, mindenkinek ez hasznára válik. But you don't see the movies, YouTube, everything, people see and start practicing. But you don't do like that. You see the photos, you see the book, and see the YouTube, but you don't practice. That is no good. But he is not telling anything, only see the posture. How to know your breathing system, or where he nail, where exhale. You cannot understand it. The people, so many people practicing, but like that. But when you come to the shala, what time of the people time of, is from them is practicing. I'm teaching them. Go back and but the knowledge, only want to see the picture and read the book, that is only knowledge. You want to understand it. They, what is the yoga? You can understand it. You want to practice it. Without teacher, you don't want to practice. Ha YouTube-on, videón rengeteg Ashtanga yoga videó elérhető, de ne képek alapján, ne film videó alapján gyakorolj. Lehet, hogy látod az asanát, hogy hogyan csinálják, és nagyon sokan gyakorolnak így, nagyon sokan mennek Mysore-ba, úgyhogy megnézik ezeket a videókat, és az alapján kezdenek gyakorolni. Viszont ez nem jó gyakorlás, ezt egyáltalán nem ajánlja. Tudnod kell, hogy hogy lélegez, a légzésnek a rendszerét ismerned kell, tudnod kell, mikor van belégzés, mikor van kilégzés, és nagyon gyakran előfordul, hogy így építik fel a gyakorlásukat fényképek, videók alapján, elmennek Mysore-ba, és rengeteget vissza kell lépni, és vissza kell menni az alapokhoz, hogy onnan kezdjék a gyakorlást, hogy mi is a jóga. That's why you can practice. I'm coming to here, very happy to hear. I see so many students, my old student, everybody is here. I'm very happy. If you want any question, then ask me. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Nagyon sok régi tanítványomat viszont látom, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor szívesen válaszolok.
legyetek félénkek. Gyere előre! Thank you very much, I come to New York. New Yorkba jöttem, nagyon köszönöm. Én is vagyok New Yorkba. Well, Navi, everybody wants to yoga teacher. Actually, you know, female is male practicing. That is the female is. The practitioner, 20 student, 20 ladies, only 5-10 boys is practicing. Female is male, you know. Azért is van ennyi joga tanár, a gyakorlók köreiben is a nők vannak túlnyomó többségben, hogyha 20 nő gyakorol egy teremben, akkor mellettük maximum 5 férfi van. Nem tudjuk, hogy ez miért van, semmi azt válaszoltam, nem tudjuk, hogy ez miért van, de lehet, hogy egész egyszerűen nőket jobban érdekli a joga. Actually, ladies is very important to practice yoga. You know, more this is everything for ladies. You know, your periods, ladies are this. You have pregnancy. That time you need yoga. A nők számára különösen fontos a joga gyakorlása. Ott van a menstruációs ciklus, a várandóság. Ezek miatt is nagyon fontos, hogy gyakorol. Hormonális változások mennek végbe a női testben, és ezért nagyon fontos a joga gyakorlás, hogy ezt megtámogassa. The ladies, I'm telling you again, ladies when you come periods, you don't practice 3 days. Okay, you need a rest that time. But as every time when I'm speak, I'm telling the people, you don't want to practice three days, but need a holidays for me. You don't do anything. Somebody's come to the class, last time, Sarvang Asana, oh, I got a bill. But I'm getting so many times. You don't do 3 days, you must take the rest. Ha menstruálsz, akkor 3 napig nem gyakorolhatsz. Nagyon gyakran előfordul velem, jönnek a tanítványok, jön a gyertyapóza, szarvangászana, és azt mondja, hogy nem, én ezt nem csinálom, mert éppen most menstruálok, és akkor mindig csodálkozom, hogy hát már annyiszor elmondtam, hogy menstruáltól 3 napig nem szabad gyakorolni, de mégis ez rendszeresen előfordul. Várandóság alatt is lehet gyakorolni, de ennek is megvannak a maga szabályai. Az első trimeszterben nem szabad gyakorolni. A joga az nem csak... Az elsőben nem szabad gyakorolni, és a 4. hónaptól fogva lehet gyakorolni,
és egészen szülésig ajánlott, sőt kell gyakorolni, de az első három hónapban nagyon gyakori az, hogy a nőknek hány ingere van, rosszul étkörnyékezi őket. Ezt az időszakot ki kell hagyni. Nagyon sokaknak nagyon erős az akarat ereje, és azt mondja, hogy jaj, csinálok egy kis napüdvözletet, egy-két ilyen poszt, olyan poszt, de ahogy a menstruáció három napját, úgy a várandóság első trimeszterét, ezt ki kell hagyni, nem szabad ászanákat gyakorolni. Van még kérdésetek? Said that the importance of the guru is really great, and the first guru is the mother. Could you tell me more on this subject? No. Always, you see, your mother doing up to five. You are going to kindergarten school. Before she do everything, you teach a bit alphabet. Then everything is to you. Mother, you are. India, but everywhere. Indiában is mindenhol ez úgy történik, hogy amikor megszületik a gyerek, fölnéz az anyukára, elmegy a óvodába, aztán amikor tanulja az ABC-nek a betűit, mindent azért tesz, hogy az anyukája elégedett legyen. Ez Indiában is így van, máshol is így van, ezért mondjuk azt, hogy az anya a fő guru. The father is only working, he's giving the money, he's taking care, okay. But the mother is doing all, he take care of husband, he care of the children, everything she is doing. But ready to next baby also, she is very strong. That's why he give up, more important to the mother. Az anya rendkívül erős, az egész családnak a gondját viseli, a férj gondját, a gyerekek gondját, a férjnek mindössze annyi a feladata, hogy elmegy, megkeresi a kenyeret, de mindent az anya csinál, ő a főgúr. Köszönjük! Thank you. Köszönöm! Thank you.